Teljesen új világ, hiszen életem első filmforgatásáról beszélünk, és nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz ez az egész millió, hogyan fogom érezni magam benne, hogyan fognak hozzám állni, és tényleg csak és kizárólag pozitív dolgokat tudok mondani. Bevétel! Figyelj, és tessék! Ennek biztosan szemerejé, mert nagyon vártam, hogy ide érünk. Harmat Eszter, táborvezető, szolgálatukra. Én mindig úgy szoktam leírni, hogy ő egy ilyen virágos kertnő, mert tényleg így csak virágok és boldogság és nyugodtság, és nem is tudom, egy ilyen pozitív hangulatot hoz nekem az Eszter karaktere, és ez olyan jó. Én nagyon szeretem a gyerekeket, és amúgy a forgatáson is ezt érzem, hogy valahogy nagyon jól tudok hozzájuk kapcsolódni, és hogy ők is nagyon hamar be tudnak engem fogadni. A karaktert illetően, meg a szerepet illetően ez azért nagyon jól jön. Meg kell küzdenem a gonosz mostohámmal. Hűha! A papámat is meg akarom menteni tőle. Jól teszed. Én sem adnám oda az apukámat egy gonosz mostohának. De Dorka, mi lesz, ha a gonosz mostoha győz? Nagyon jó, hogy mindenkivel találkozhattunk, és hogy a színészekkel. Tőle kérhettünk aláírás! Mindegy, hogy tél vagy nyár, mert szívem olybor érzi. Amikor először meghallhattam Eszter dalát, ugye, ami a film betét dala is egyben, jó érzésekkel töltött el. Pontosan ilyesmit képzeltem el. Ez valahogy most már. Nagyon dallamos, nagyon meseszerű az egész, nagyon könnyed, jól befogadható, én azt gondolom, kifejezetten fülbe mászó. Én nagyon örülök, hogy ez lett Eszter dala. Úgy a stáb, mint a színészek, tényleg mindenki csodálatos, és mindenki nagyon profi, és nagyon kedves, és nagyon befogadó, úgyhogy ez mindenképpen egy jó élmény. Elképesztően hálás vagyok, és boldog, hogy részt vehetek az El a kezekkel a papámtól című filmforgatásában, mert a számomra tényleg egy teljesen új tapasztalás, azt gondolom, hogy már most nagyon sok mindent tanultam, úgyhogy nagyon boldog vagyok.